A Nemzeti Tehetségprogram keretében rejtett kincseink című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda gépgyár utcai szím óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel SPC kötőjel 22 kötőjel 0085 kismesterségek és a mai modern kor eszközei az óvodások életében elnevezésű nyertes pályázat 2022. szeptember és 2023. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár utcai szím óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió forint. A pályázati programban az óvoda szímű művészek térbeli vizuális tehetségműhelyvet részt tíz gyermekkel, tótné Török Judit tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A 60 órás program célja, hogy a tehetségműhelyekbe járó gyermekek a műhely munka során ismerjék meg a karcagi népi hagyományokat, kismesterségeket, jeles napokat, családi élet népszokásait. Élmény és múzeum módszerek alkalmazásával, helyi népművészek munkáinak megismertetésével, a kun értékek átörökítése. A kun öntudat megéreztetése, erősítése. A tehetség ígéretes, gyermekek ismerkedjenek meg különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, technikai alapelemekkel, valamint egészüljenek ki a digitális eszközök adta lehetőségekkel alakuljon a szép iránti nyitottságuk, igényességük, esztétikai érzékenységük. Ismerjék fel, hogy a digitális eszközök nem csak játékra valók, hanem vele is lehet szépeket alkotni, pozitív érzelmi hatást elérni. Fejlődjön szabad önkifejező képességük a pozitív érzelmi viszonyok kialakításával, erősítésével, a kunnép hagyományok megismerése által. A gyermeki személyiség harmonikus fejlődése érdekében vidám hangulatú, ötletgazdag alkotó tevékenység kialakítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekben. Közös élményszerzési lehetőségek szervezése a gyermekek kreativitásának kibontakoztatására. A közös programok komplex átfogó feldolgozást biztosít. Az élményszerző gazdagító és lazító programok megalapozták, valamint megerősítették a gyermeki kreativitást. Megtekintettük a Györfi István Nagykun Múzeum kiállítását. Csatlakoztunk a Szent Pálmarista Általános Iskola farsangi felvonulásához, a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetében a fákkal körül ölelt ösvényen sétálva csodálhattuk meg a tájunkra jellemző növényeket és állatokat. Ellátogattunk a szélmalomhoz, ahol megismerhettük a Molnár szakma nehézségeit és csodálatos eszközeit. Végül pedig Debrecenbe utaztunk el a Vojtina Báb színházba, ahol a szőlőszem Kálmán mesedarabot nézhettük meg, majd a főtéren egy nagy séta után tértünk vissza élménybeszávolóval az óvodánkba.